42. fejezet. Szól a harang, messziről ide hallatszik. Ma nem reggeliztünk. Amikor a főkapuhoz érünk, kettesével haladunk át rajta. Nagy létszámú őrettség egy különleges angyalalakulat von kordont kívül a fal köré. Rohamfelszereléssel vannak ellátva arra az esetre, ha hisztéria tör neki. Hosszú gumibotokkal, gázfegyverekkel, valamint sötét, domború plexi üvegellenző sisakkal, amelytől olybá tűnnek, mint a bogarak. A kampók üresek a falon. Körzeti feloldozásra gyülekezünk, csak mi, nők. A feloldozásokat mindig nemek szerint elkülönítve tartják. Tegnap hirdették ki. Csak egy nappal előtte jelentik be, hogy ne legyen időnk hozzászokni. Harangszóra ballagunk a valaha diákok taposta sétányokon, az egykor előadó termeknek és kollégiumoknak otthont adó épületek mellett. Furcsa volt újra közöttük járni. Kívülről meg nem mondaná az ember, hogy bármi megváltozott, kivéve, hogy a legtöbb ablakon le van húzva a redőny. Most mindenhová a szemek fészkelték be magukat. Felsorakozunk a régi könyvtár előtti tágas füves térségem. A könyvtár fehér lépcsői még mindig ugyanolyanok, a főbejáratot nem alakították át. A füvön fából ácsolt emelvény magasodik, olyasféle, amilyet azelőtt az évzáró ünnepélyekre építettek. Pasztelszínű kalapos anyák, fehér és piros taláros diákok képe rémlik fel előttem. Az emelvény azonban nem ugyanerre a célra készült. Látni a rajta álló három faoszlopról, melyekről kötél lóg alá. A dobogó elejére mikrofonálványt helyeztek, a tévékamerát tapintatosan oldalra állították. Csupán egy ilyen rendezvényen vettem részt, ezelőtt 2 éve. Nem túl gyakoriak a női feloldozások. Kevesebbszer van szükség rájuk. Manapság olyan jó magaviseletűek vagyunk. Nemigen akaródzik elmondani ezt a történetet. A szokásos rendben foglaljuk el a helyünket. A feleségek és a leányok összecsukható faszékeken hátul, a gazdaasszonyok és a márták oldalt és a könyvtár lépcsőin, a szolgáló lányok pedig elől, ahol mindenki szemmel tarthat minket. Nekünk nem jár szék, mi térdelünk, ezúttal kis piros bársonypárnákon, melyekre nincs írva semmi, annyi sem, hogy hit. Szerencsére remek az idő, nem túl forró, amolyan hol napos, hol borongós. Siralmas lenne esőben itt térdepelni. Meg lehet, ezért közlik olyan későn az időpontot, hogy az időjárás felől nyugodtak lehessenek. Indoknak minden esetre megfelel. Térdelek a bíbor bársonypárnámon. Igyekszem a ma estére összpontosítani. Arra, ahogy szeretkezünk a sötétben, a fehér házfalakról visszaverődő halvány derengésben. Felidézem az öleléseket. Előttünk hosszú kötéltekereg, akár egy kígyó. Befordul a második párna sor elé, majd tovább kanyarog a széksorok között hátrafelé, mint egy nagyon lomha, nagyon vén folyó a magasból nézve. A kötél vastag, barna és szurok szaga van. Az eleje felfut az emelvényre, olyan, mint egy kanóc vagy egy léggömbzsinór. A dobogó bal szélén vannak a feloldozandók. 2 szolgáló és 1 feleség. Feleségek ritkán jutnak erre a sorsra, akaratlanul is kíváncsian méregetem. Vajon mit követett el? Már azelőtt oda helyezték őket, hogy kinyitották volna a kapukat. Mindhárman tábori széken ülnek, akár a végzett diákok díjkiosztás előtt. Ölbetett kézzel, feltűnően nyugodtan ücsörögnek, meg-megbillenve néha. Valószínűleg injekciót vagy tablettát kaptak, hogy ne csapjanak ribilliót. Úgy megy minden, mint a karikacsapás. Vajon oda vannak kötözve a székhez? Képtelenség megállapítani azoktól a lebernyegektől. Ekkor felvonulnak a hivatalos személyek, jobb felől érkezve az emelvényhez.
három nő, egy néni elől, és két feloldozó, fekete csukjás köpenyben egy lépéssel mögötte. Mögöttük a többi néni. Abba marad a súgás-búgás, elhallgatunk. A két fekete köpenyes feloldozó közre fogja az első nénit, aztán mindhárman felénk fordulnak. Lídia néni az. Hány éve már, hogy utoljára láttam? Épp kezdtem azt hinni, csak az én fejemben létezik. Erre itt van, csak kisé öregebben. Jól látszanak az elmélyülő redők az orra két oldalán, és a bevésődött barázdák a homlokán. Hunyorog, idegesen mosolyog. Jobbra-balra kémleli, méricskéli a közönséget, s egyik kezével a főkötőjén babrál. Furcsa sercegő hang hallatszik a hangfalakból. Lídia néni köszörüli a torkát. Megborzongok. A gyűlölet úgy gyűlik a számban, mint a nyál. Előbújik a nap, s az emelvény a rajta tartózkodókkal együtt felragyog, akár egy karácsonyi Betlehem. Látom Lídia néni szeme alatt a ráncokat, az oldalt ülő nők sápadtságát, a fűben fekvő kötél szálait és a fűszálakat. Közvetlenül előttem pitypang nyílik, színe, mint a tojás sárgája. Érzem, hogy éhes vagyok. A harangszó elhallgat. Lídia néni feláll, két kézzel lesimítja a szoknyáját, majd odalép a mikrofonhoz. Jó napot, hölgyeim! Szól bele, mire nyomban fülsiketítő sivítást tör elő a hangfalakból. Hihetetlen, de többen közülünk elnevetik magukat. Nehéz megállni. Egyrészt a feszültség, másrészt a Lídia néni arcára kiülő bosszúság miatt, miközben matat a mikrofonnal. Nesze neked fennköltség. Jó napot, hölgyeim! Szól bele újra Falkó repet fazék hangján. Hölgyeket mond lányok helyett a feleségek miatt. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian értesültünk ama szerencsétlen körülményekről, melyek idehoztak minket ezen a csodálatos reggelen, amikor meggyőződésem, mind szívesebben csinálnánk valami egyebet, legalábbis ami engem illet. Csak hát a kötelesség szigorú felügyelő, vagy ehelyt inkább mondanék felügyelő nőt, s a kötelesség nevében jöttünk itt ma össze. És csak mondja percekig, de oda se figyelek. Hallottam eleget ezt, meg az ehhez hasonló szónoklatait régebben. Ugyanazok a semmit mondó közhelyek, elcsépelt szólamok, üres frázisok. A jövő fáklyája, az emberi faj bölcsője, az elénk tornyosuló feladat. Nyilván most sem marad el utána az udvarjas taps és a pázsiton felszolgált sütemény és tea. Ez volt a bevezető, azt hiszem, mindjárt rátér a lényegre. Lídia néni kotorászik a zsebében, aztán elővesz egy gyűrött papírlapot, melyet indokolatlanul hosszú ideig bontogat és vizsgálgat. Ezzel hozza értésünkre, hogy nem akárki, előjogait fitoktatva megvárakoztat minket, csak azután kezd halkan olvasni. Visszataszító, állapítom meg magamban. Tudjuk már le végre. A múltban, fog bele Lídia néni, az volt a szokás, hogy a tényleges feloldozást megelőzően részletesen beszámoltunk arról, miféle bűnökben találtattak vétkesnek az elítéltek. Mindazonáltal azt tapasztaltuk, hogy az ilyen közhírré tételt követően, különösen ha a televízió is leadja, megszaporodnak, mondhatnám járványszerűen elharapóznak a hasonló bűncselekmények. Úgy döntöttünk hát, hogy mindnyájunk érdekében felhagyunk egy gyakorlattal. Most tehát a feloldozás minden további nélkül folytatódik. Általános folytott hangú felzúdulás hallatszik sorainkból. Mások vétségei titkos nyelvezetté nemesültek körünkben. Általuk bizonyítjuk be magunknak, valójában mire lehetünk képesek. Ez nem puszta nyilvánosságra hozatal.
De Lídia nénitől, aki úgy állott hunyorogva, mosolyogva, mintha lelkes ovációban részesülne, már semmit sem tudunk meg. Ezek után a saját eszközeinkre, találgatásainkra kell hagyatkoznunk. Az első elítéltet fekete kesztyűs kezek támogatják fel a székéről. Mi lehet a bűne? Olvasás? Nem, azért csak a félkarját vágják le az embernek, és csak, ha harmadszor bizonyítják rá. Netán kicsapongás? Vagy a parancsnoka életére tört? Inkább a parancsnokné életére, az valószínűbb. Ilyesmikre gondolunk. Ami a feleséget illeti, az ő esetükben többnyire csupán egy valami jöhet szóba, amiért kivégzés jár. Ők ugyanis szinte bármit megtehetnek velünk, de a megölésünket törvény tiltja. Sem kötőtűvel, sem kerti ollóval, sem konyhakéssel, s különösen akkor nem, ha terhesek vagyunk. Lehet persze az okházasság törés is. Az mindig előfordulhat. Vagy szökési kísérlet. Charles-é! Szólítja Lídia néni a nőt. Nem ismerem. Előre kísérik. Úgy jár, mint akinek erősen koncentrálnia kell, mikor melyik lábát nyújtsa előre. Bizonyos, hogy begyógyszerezték. Féloldalas bárgyú mosolyjal hunyorít a kamera felé. Az arcát természetesen sosem fogják beadni, ez nem egyenes közvetítés. A két feloldozó hátul összeköti a kezét. A hátam mögül öklendezés hallatszik. Hát ezért nem kaptunk reggelit. Jenin, alig ha nem, súgja Glenné. A jelenet ismerős, ahogy a nő fejére húzzák a fehér zsákot, majd fölsegítik a zsámolyra, mintha csak buszra szállna föl. Aztán finoman eligazgatják a hurkot a nyakán, mint valami díszruhát, s végül kirúgják alóla a zsámolyt. Hallom, ahogy körülöttem hosszú sóhaj szakad föl a torkokból, mint a kiszökő levegő a gumimatracból. Látom, ahogy Lídia néni letakarja a mikrofont a tenyerével, hogy ne hallatszon a fuldoklás mögüle. A többiekkel együtt előre hajolok, két kézzel megérintem a szálkás ragacsos kötelet, melyen a naphevétől megolvadt a szurok, majd kezemet a szívemre téve tanúsítom, hogy egységet vállalok a feloldozókkal, hogy jóvá hagyom tettüket, és bűnrészességet vállalok velük e nő halálában. Látom a rúgkapáló lábakat, meg a két fekete ruhást, akik beléjük csimpaszkodnak, és teljes súlyukkal húzzák lefelé. Elég, nem nézem tovább. A fűre szegezem a tekintetemet, meg a kötélre.